Főtisztelendő paptestvérek, tisztelt polgármester úr, országgyűlési képviselő úr, televízió által bekapcsolódó kedves testvérek, és természetesen akik itt jelen vannak, Krisztusban szeretett testvéreim. Ezen a szentmisén nem csak 200 évre megyünk vissza a gondolatban, mivel hogy a templom fölépítésének 200 helyesebben 201. évfordulóját ünnepeljük, hanem visszanyúlunk a teremtésig. Mert Szent Mihály főangyal a teremtés kezdetén, mint láthatatlan teremtménye az Istennek jelen van. Valljuk a hiszek egyben, hogy Isten megteremtette a világot, a láthatókat és a láthatatlan dolgokat benne. A láthatók önmagukban is már csodálatra késztetnek bennünket, és aki gondolkodik, az föltétlen el fog jutni az Isten létének a valóságáig. Olyan nagyszerű volt most az eukarisztikus kongresszuson, különböző tanúságtevéseket hallhattunk a Hung Expo-n. És államelnökünk Káder János vette azt a bátorságot, hiszen ma már ehhez is bátorság kell a mai szekularizált világban, hogy valaki a nyilvánosság előtt a hitéről valljon. És az egyik gondolata éppen az volt, hogy számára a teremtés bizonyítja Isten létét. És Darwint, akit az elmúlt rendszerben mindig úgy tanítottak, hogy ő az Isten nélküli világ önmagától valóságát akarta mondani, hát ezt alaposabban szemügyre vette, mert a nagy tudós, amikor megírta az evolúciónak a történetét, akkor a végén odaírt egy mondatot, amit annak idején nem tanítottak az iskolákban, hogy azt mondja a tudós, milyen hatalmas és nagy az Isten, hogy akár csak egy egysejtűből ki tudta fejleszteni magát az embert, az emberi agyat a maga gondolkodó képességével. Mert az nem volt magától. Az Isten ilyenfajta módját kereste a teremtésnek, és benne a láthatatlan világnak is. Mert nem csak az létezik, amit az ember a saját szemével lát, vagy megfoghat, hanem van láthatatlan világ is. És ebben a láthatatlan világba beletartoznak azok a szellemi lények, amelyeket a Biblia angyaloknak, Isten küldötteinek hív. És kik ezek? Végtelenül értelmes lények. Ma mindenre ráhúzzuk azt a kifejezést, hogy okos. Okos telefon, okos házak, ma már minden okos. Pedig hát nem mindig az, mert sokszor elkalauzolnak bennünket. De kétségtelen, hogy az emberi értelem olyan magas fokra jutott már, hogy át tudta vinni az élettelen világba is az értelmét. És hogy így mondjam, gondolkodik helyettünk sokszor maga a számítógép. Hát Isten minden értelem, minden okosság ősforrása, ezt kezdettől megtette. Csak hogy az értelem, az okosság az akkor jó, hogyha szabad tere van, ha az tud variációkat
lehetőségeket fölmutatni, vagyis szabadsága van. Mert különben robotokból állna a világ, és benne az ember is. És Isten, hogy így mondjam, vállalta azt a nagy rizikót, ezt az ő örök bölcsességet tudja, hogy miért vállalta, hogy szabadságot adott a teremtményeknek, az értelmes teremtményeknek. A többit beprogramozta, de az értelem és a szabadság magával hozza azt, hogy rosszra is használható. Hát épp az előbb idézett példa mutatja, hogy itt vannak a mobiltelefonok, Facebookok, azok nem csak jót, hanem nagyon sok rosszat produkálnak a közösségi portálokon, a mások becsületének megsértésével. Ezt nem is kell mondani, és el tudják bolondítani a világot. Elég csak az oltásra gondolni, hogy mennyire tudnak az emberekre hatni, hogy oltassák vagy ne oltassák magukat. Benne van a szabadságban a rossznak a választása is. És azt tanítja a Szentírás, hogy ezek között a szellemi lények között volt olyan, aki teljesen szembefordult az Istennel, mert nem akarta az Istent szolgálni, és ez lett a sátán, a gonosz lélek. És az létezik, mert hogyha végig gondolunk magán csak a világ történelmen, akkor látjuk azt a méretetlen sok szenvedést és gonoszságot, amit nem lehet csak úgy megmagyarázni, hogy erre képes lenne az ember. Ott van biztos mögötte a gonoszságnak is egy ősoka, a gonosz lélek. És ezt tanítja a Szentírás. De ez nem egy egyoldalú küzdelem, mert Isten a szellemi lények közül azokat, akik megmaradtak szolgálatában, épp ami segítségünkre rendelte, és ezek az angyalok, akik kísérik az üdvösségnek a történetét, némelyik meg is van nevesítve, hogy Gábor, Rafael vagy Mihály, mert egy-egy feladatot bízott rájuk az Isten. Ennek a templomnak a fő védőszentje, Szent Mihály arkangyal, éppen ennek a küzdelemnek a segítője, az égi seregek vezére, így hívja a Szentírás őt, aki az ember pártján van, és az Isten üzenetét, segítségét tolmácsolja. És erre nagyon nagy szükségünk van abban a világban, ahol épp a Jelenések könyvének a tanítása válik valóra, hogy harcra kell a világ azok ellen, akik az Isten törvényét meg akarják valósítani, és Jézus Krisztus tanúi. Mert az Isten törvény ellen küzd ez a mai világ, az Úr Jézus tanúit, a keresztényeket pedig sokszor és sokféle módon üldözi. Ez már egyértelművé vált, hogy a legüldözöttebb vallássá lett a kereszténység. És az Isten törvényeit semmibe veszik, azt hát nem kell mondani, hiszen az Isten a törvényt beleírta például az ember szervezetébe, biológiai törvényébe. És most az ember úgy gondolja, hogy ezt is, ha akarja, akkor eltörli. Nem veszi figyelembe az Isten által adott rendet, és ebből lesz az a káosz, illetve az az ördögi világ, amely most már ide is bejön hozzánk, amikor évezredes erkölcsi törvényeket
fölrúgnak, legyen az az ember nemisége, a házassága, a családja, hogy valami nihil, valami kimondhatatlan gonoszság legyen uralmon ebben a világban. És látni fogjuk, és már is látjuk a következményeit. És azt hiszi az ember, hogy így válik szabaddá, ellenkezőleg így válik rabbá. Mert például nem meri már a véleményét sem megmondani, hogy én megtartom Isten törvényét, mert fél, hogy nevetség vagy üldözés tárgyává válik. És éppen azok a technikai eszközök, amik lehetnek jók, hát milyen rabságba tartják a gyerekeinket. Úgy vannak szerkesztve, hogy szinte már, amikor kezükbe kerül, onnét mással ne is akarjanak foglalkozni. Annyira, mondhatni ördögi módon csábítják arra, hogy amit programba kapnak, azt valósítsák meg. Miközben az ember azt hiszi, hogy szabad, akkor válik legjobban rabbá. És ebben a küzdelemben az Isten elküldte a kezdet-kezdetén már Szent Mihály arkangyalt, mert nagy szükség van az ő jelenlétére. Nyilván, hogy nem úgy kell elképzelni az angyalokat, mint ahogy megjeleníti a festmény. Tehát először is a szárnyak is csak szimbólumok, és nem úgy küzd az ördög ellen, hogy tapossa a fejét, hanem szellemi módon. És ebben segít bennünket a hozzájuk forduló imádság. 19. század már sok mindent előrejelzett. Ipari forradalom után az ember azt hitte, hogy ő mindent meg tud valósítani. Mindennek urává válik. És aztán ugye jött az első, majd a második világháború. 13. Leó pápának, aki a 19. és 20. század fordulóján volt pápa, volt egy látomása egy imádságban. Azt látta, hogy óriási próbatétele lesz a keresztényeknek, ami be is következett, és most is jelen van. És ekkor elrendelte azt, hogy kérjük mindig a Szent Mihály közbenjárását. Idősebbek emlékeznek rá, hogy mindig volt a úgynevezett Leó imádság Szent Mihály arkangyalhoz, főként az úgynevezett kismiség végén. Ez nem veszítette érvényét, mert kérni kell az angyalok segítségét ebben a küzdelemben, akár csak az őrző angyalokét, hogy ne legyünk magunkra hagyatva. És itt ebben nem szabad elesnünk ebben a küzdelemben. Isten sok segítséget ad, adta egyházát, adta a szentségeket, adja a szenteket, és adja a szellemi lényeket. És végül is minden templom egy ilyen lelki erőd, ahol az ember segítséget kaphat a jónak és rossznak a küzdelmében. És itt Valkón a történelem tanúsága szerint ez már a harmadik templom. Mert minden bizonnyal, hogy volt a Szent István rendelete szerint attól kezdődően, ahogy a nép egy közösséget, falut alkotott. De már a török előtt is volt itt templom. Lehet, hogy maguk a pálos szerzetesek közelsége építette itt a templomot. Túlélte a török hódoltságot. Aztán olyan romos állapotba került, hogy le kellett bontani, és építettek helyette egy másikat. Az mindegy 100 évig volt meg Valkó községben. Majd az is előregedett, és 1816-tól 1820-ig épült a mai templom, majd pedig később
a tornya, hogy egy lelki bástya, lelki erőd legyen, mert a templom ezt az erősségét, ezt a célt is szolgálja, mind a mellett, hogy az imádságháza, a szentmisének kiváló helye, és az oltári szentség által Jézus Krisztus, az Isten fiának a jelenlétének a helye is. És így ez a templom, mint egy bizonyítéka a történelemben velünk lévő Istennek, kellenek a templomok. Mi volna, ha nem lennének a településeken templomok? Ugye voltak idők, amikor ilyen iparvárosokat akartak építeni csupán Magyarországon is, vagy megtörtént az, hogy éppen ott, ahol most a eukarisztikus kongresszus volt, ott volt a Regnum Marianum temploma Hősök terén, és felrobbantották, mert úgy gondolták, templomra nincs szükség. És mivé vált? Az Isten nélkül élet, ember nélkül élet, embertelen élet, ahol nincs templom. De a templom nem lehet múzeum, mind a mellett, hogy őrizzük az értékeket. A templom eleven jelenlétűnek kell lennie. Hadd emlékezzek egy kicsikét, kedves testvérek, arra az időre, amikor én ide kerültem, és már 45 éve elmúlt, hogy itt voltam káplán, nyomomba jött aztán Géza atya. Akkor mi volt még? Vasárnap 3 szentmise. Ebbe a padsorban a nagymisén csak férfiak ültek. Szigorúan. Ebbe a padsorban ültek a nők és a gyerekek. De a gyerekek a első szentmisén már ott voltak. Aztán esti szentmise is volt. És első vasárnapokon 3 szentségimádás. Külön a nőknek, külön a férfiaknak, külön a gyermekeknek. Minden vasárnap litánia volt, rózsafűzér volt. Adventben 5 órakor kint ültem a gyóntatószékbe, és nem volt üres. 6 óráig gyóntattam, és gyóntattunk. Volt a Roráté szentmise. Adventben volt a Szent József rózsafűzér, amit itt hallottam először. Üdvözlégy Mária, akinek jegyese Szent József. Így kezdték. Voltak a szent családjárások, a betlemezések, húsvétkor a Krisztus keresés. Nagyszombat éjjelén után 2 órakor itt voltak az emberek, még magnórakor föl is vettem, 3 órás imádság után mentek a temetőbe, hogy megvigyék a halottaknak a jó hírt, hogy Krisztus föltámadt. És aztán annyi minden volt még. A szentségimádás nem úgy volt, hogy könyörögni kellett az embereknek, hogy gyerték el 3 órát, mondjuk szentségimádási napon, hanem föl volt osztva utcánként. Sőt, volt olyan utca, amelyik be volt osztva, hogy Kossuth utca 120 számig jön ebbe az órába. Attól az órától az a része jön. És annyi minden volt. És a gyerekek hittalra jártak. Ez mind a múlté? Kérdezhetnénk. Minden falunak papja volt. Itt káplán volt. Ez mind a múlté? Az. Hát, hogyha nem bíznék az Isten gondviselésébe, akkor azt mondanám, hogy igen. Ennek vége van. Jó, nem biztos, hogy olyan formában, mint volt, de az Isten egyenesen ír görbe vonalakon. Épp a történelem adja nekünk az erősítést. A múltunk, ami reményünk, a török hódoltság után 5 papja volt a Vácegyház megyének, és kifogyott a népesség is, alig volt, és újra kezdtek. Volt életerő abban megcsonkított népbe, mert vállalták a gyerekeket, és újra kezdtek. És új élet volt. És most, hogy volt az eukarisztikus kongresszus, én láttam a remény jeleit és csíráit. Mert ott nem csak
60 fölötti emberek voltak, ahogy láthattuk, hanem voltak fiatalok, családok is voltak, szentségimádáson is voltak fiatalok. A mustármag reménye, mondhatnánk, de van remény, nem szabad elfelejteni. És itt ennek az ünneplésnek sem olyasmivé kell válni, hogy most megültük a 200 évet, aztán majd ülünk egy 250 évet, de akkor már nem is biztos, hogy leszünk, hanem éppen azzal a hittel és reménnyel, hogy az Isten nem hagyott bennünket magunkra. Van bizakodásunknak alapja, mert magát az egyházát is olyannak alkotta, hogy a pokol kapui nem vesznek erőt rajta, amíg a világ az megmarad. Hát ezzel a reménnyel adjunk hálát ebben a 200. évfordulóban itt, és ebből a reményből, amely nem emberi remény, isteni remény, amit ő ad nekünk, kapaszkodjunk bele, és induljunk az elkövetkező idők felé, kérve a templom védő szentjének, Szent Mihály arkangyalnak is a hathatós támogatását, hogy a gonoszság elleni küzdelemben álljunk helyt, mert nekünk Isten oldalán kell lennünk, és ebben a küzdelemben jussunk el a győzelemre, mert a kereszténység olyan küzdelmet hirdet, ami nem vesztes, hiszen Krisztus nem meghalt csupán, hanem föltámadt. És itt éppen ezért nem csak a Krisztus keresztje látható, hanem a föltámadt Krisztus is. És mi ennek örvendünk, és ebben hiszünk, hogy Krisztus győzött a halálon és a bűnön, és Krisztus az, aki angyalaival, szentségi segítségével nekünk is erőt ad 2021-ben. Így üljük meg a búcsút, a templom ünnepét, tedemót mondva és szent lelket hívva. Uram, te megőriztél bennünket, hála legyen érte, küldd el szent lelkedet, küldd el angyalaidat, add kegyelmedet, hogy ennek az egyházközségnek ne csak múltja, hanem jövője is legyen. Amen.